Üdv emberek, elosztok. Túl vagyunk egy macska balhén. Volt egy apró összezördülés annak tekintetében, hogy ki fog először enni. Na, ez van. Egy érdekes dologgal találkoztam mai nap folyamán, karácsonyban, látszik? Biztos. Egy érdekes dologgal találkoztam mai nap folyamán, betértem egy dohányboltba, vettem kis ilyen jutalmat a nap végére, úgyis hülyére dolgoztam már magamat. És arra az érdekes dologra bukkantam, ugye, hogy fizetésnél, kártyás fizetés, ugye a kártyát ugye megfelelően így érintjük, hogy kifizessük az aktuális összeget. És amikor így ráérintettem a kártyát, hogy akkor most kifizettem, ugye kiérte a PIN kódot, és hát hogyha nem figyelek oda, akkor USA dollárba fizettem volna ki az összeget. Ezt nem tudom egyébként miért van, hogy ennél a bankterminálnál, vagy hát ennél a kártyás terminálnál ez miért így van, hogy ilyen USA dollár lehetőség is van. De egyébként érdekes is, hogy nem euró, hanem USA dollár. Tehát, hát nem tudom, annyira én nem szoktam dollárt használni, szinte soha. De most végül is a vicces ugye az lett volna a történetben, hogyha fogom a PIN kódot, beütöm, zöld, hello, kész, mehet. Mert ugye az USA dollár és a forint kijelzés, ez ugye úgy volt, hogy hát aki így jártas a számítástechnikában, ugye az látja, hogy valamelyik egység ki van jelölve, a másik alatta meg nincs. Tehát effektív egy lista áll a szem előtt, hogy USA dollár és forint. És én néztem, hogy ugye az USA dollár van kijelölve, aztán kérdeztem is a hölgyikét, hogy mondom, ez most micsoda, hogy miért USA dollárban van. Nem mondom, hogyha én ezt így lehúzom, beütöm a PIN kódomat, kifizetem, akkor mondjuk úgy egyenlítem az összeget, oké, ezzel nincsen semmi gond, csak a váltás összegét is én fogom kifizetni. Tehát egy 6000 forintos tételnél a váltás összege, nem tudom mennyi, 60, 80, 100, 500 forint, mindegy az, de ennek az összegét is én fizetném. És akkor persze így a bolt sem járt rosszul, meg én sem annyira. A bolt ezt az USA dollárt meg, hát nem tudom, hogy kapja meg miképpen, de nagyjából így járunk. Szóval ez az egésszel csak azt akarom mondani, hogy érdemes odafigyelni, hogy a terminálon kijelezve egyébként mi van, hogy HUF, vagy EUR, vagy USD, vagy CHF adott esetben, mert hát hogyha nem figyelünk oda, akkor azért erős ilyen váltás összegeket lehet fizetni egy-egy ilyen úgymond tranzakcióért, egy vásárlásért, úgyhogy azért célszerű odafigyelni rá. Na, nem sokára évvége, kb. Ennyi. Sok minden nem változott a tavalyi évhez képest. A mai nap is olyan, mint a tegnapi volt, meg a holnapi is kb. Ugyanilyen lesz, úgyhogy nagyjából ennyi. Egyéb mondani valóm nem is nagyon van. Na, sziasztok, legyetek jók, meg szobatiszták, meg egyéb. Igen. Csáp.